Hétfőn kezdetét vette a Széchenyi Város hete rendezvény. Kresztán előadásokat szerveznek az Európai Mobilitási Hét keretében. A fecskék vonulásra való felkészülésüket törteketti a hideg időjárás. Jó estét kívánok! Önök a hírórában a híres híreket látják kedden 19 órakor. Megújult az ifjúsági otthon tükörterme. Az előadások, foglalkozások a gyermekeknek, családoknak és felnőtteknek szóló rendezvények szintere mostantól felújított pompájában várja a látogatókat. A megnyitó rendezvényen részt vett Szemerényi Pataki Klaudia polgármester is. Kecskemét City Ballett táncművészeinek előadása után Barta Dóra a Híros Agóra kulturális és ifjúsági központ ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket. A Híros Agóra az elmúlt években számos innovatív fejlesztést és programot valósított meg a kulturális központban és telephelyein. Ezek között szerepel az ifjúsági otthon tükörtermének felújítása is. Nagyon nagy figyelmet fordítottunk a padló felújítása, teljes körűen megtörtént, a falakat átfestettük, és klimatizált a hely, ami azért nagyon sok tekintetben egy nagyon fontos ismér, pedig itt a táborok egész nyáron dübörögnek, tehát valójában nagyon kellemes, és mondjuk így barátságos környezet vár mindenkit, aki a tükörterembe lép. A tükörterem, amely előadások, foglalkozások, gyermekeknek, családoknak és felnőtteknek szóló rendezvények szintere mostantól felújítva várja látogatóit. A 178 négyzetméteres helyiségbe akár nagyobb csoportok is beférnek. Az ünnepélyes megnyitón a Kecskemét Tánc Együttes Lurkó csoportja is tartott előadást, az eseményen pedig részt vett Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is gyerekkoromhoz kötődő régi emléköt ehhez az épülethez és ehhez a díszteremhez is. És hát a városnak egy ikonikus épületéről beszélünk, amit az iparosok hagyományoztak a városra, és nagyon sokan használjuk nap, mint nap, és fontos, hogy az a kulturális tér, amelyikben a fiatalokat, a gyerekeket, a jövő nemzedékét folyamatosan fejlesztjük, a képességeiket gazdagítjuk, az egy olyan helyen történjen, ami, ami megfelelő gondoskodást és törődést a felújításon nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a díszes atmoszféra megmaradjon. Festéskor meghagyták a virágokat a falon, és a drapéria is a régi pompájában tündököl. Az új klimatizált teremben a jövőben is közös élmények és különleges programok várnak a kecskemétiekre. Az Aradi Vértanúk terén megtartott, koszorúzással egybekötött megemlékezéssel vette kezdetét hétfőn az idei Széchenyi Városhete rendezvény. Az ünnepi indító programsorozatban kiemelt szerepet kapott az egyéves Széchenyi Városi Közösségi Ház felköszöntése, valamint a Széchenyi Városért Egyesület díjátadója. A szombatig tartó rendezvény színes programkavalkádja a mai napon már korai délelőtt elkezdődött szenior jogabemutatóval. bemutatóval. A szeptember 21-ig tartó Széchenyi város Hetesemény esemény kedvezőten időjárási körülmények között nyitotta meg kapuit, de a második napon már napsütésben zajlott a délelőtti program. A jóga bemutatót követően kávékostolás és workshop várta a közönséget a Széchenyi városi közösségi házban. Ma egy kaszkara kóstolóval kezdtünk, ami a kávé gyümölcs a teája, abból készült főzet, ezt kóstolhatták a vendégek, utána pedig egy öttételes kávékostóval folytattuk, amiben kettő brazil kávé volt, egy etióp, egy kenya és egy kolumbia. Ezeket pedig szakszerűen úgynevezett cupping eljárással megkóstoltuk és összehasonlítottuk. Ezután pedig presszókat kóstoltak a vendégek, valamint teljes italokat eszpresszógépen. Délután három órakor indult el a Mesélőházak séta a Széchenyi városban a Zöld Vitalitás kör szervezésében, mely eseménnyel párhuzamosan a kerttervezéssel kapcsolatban is kínáltak interaktív programot. A Cédrusteknek korábban volt egy programja a Mesélőházak kecskeméten. Itt olyan cédrusos társaink mutatták be a saját szülőházukat, főleg a belvárosban lévőket, ahol nevelkedtek, és ezek ma is még ikonikus épületek. Ennek a mintájára szerveződött most ez a Széchenyi Séta. Itt nem a házainkat mutatjuk be, hol éltünk, hanem kötődéseink vannak. A Széchenyi Városi Fiókönyvtár adott helyszínt Csernák Krisztina és Bíró Lili pszichológiai önismereti előadásának, majd a nap végén a Kecskeméti Planetárium, játszunk űrhajósat, gyermekeknek szóló népszerű műsora zárta a mai napot. A kicsiknek, nagyoknak és időseknek egyaránt szóló színes programok holnap folytatódnak, további kulturális ismeretterjesztő művészeti és sporteseményekkel. A szombati zárónap helyszíne a Benko Zoltán szabadidőközpont lesz, ahol Strand röplabda bajnokság veszi kezdetét. Az Európai Mobilitási Hét keretében rendezik meg a héten a Kresztanoda előadásait. A program célja, hogy a gyerekekkel interaktív módon ismertesse meg a közlekedés szabályait és a baleset megelőzés fontosságát. Idén a program szeptember 16-a és 19-e között a városrészi közösségi házakban valósul meg, hogy minél több osztály tudjanak megszólítani. Az első alkalommal a Hunyadi Városi Közösségi Házban zajlott Pászti András önkormányzati képviselő részlételével. Az Európai Mobilitási Hét keretében rendezték meg a héten a Kresztanoda előadásait, az első alkalom a Hunyadi Városi Közösségi Házban zajlott, Pászti András önkormányzati képviselő részvételével. Az esemény során a lelkes tanulók birtokba vehették a közösségi házat, ahol játékos formában tanulhattak meg fontos közlekedési szabályokat és biztonsági tudnivalókat. A kecskeméti rendőrkapitányság közreműködésével, az interaktív előadás során szemléltető anyagok segítségével bemutatták a biztonságos közlekedés alapelveit és a baleset megelőzés legfontosabb szempontjait. A gyerekek interaktívan kérdéseik révén ismerkedhettek meg a közlekedési szabályokkal. Idén a mobilitási hét nemzetközi mottója: A mindannyiunké a tér amely különösen igaz a kecskeméti kresztanoda kapcsán. Nem csupán az ismeretek bővítésére fókuszál, hanem arra is, hogy a gyerekek tudatosan és biztonságosan közlekedjenek a mindennapokban. A rendezvény évről évre sikeresen hozzájárul a közlekedés biztonsági kultúra fejlesztéséhez. Játékosan és hatékonyan oktatja a fiatalokat a közlekedési szabályokra, miközben megerősíti a közösségi összetartást és támogatja a fenntartható közlekedést. A Kresztanoda az Európai Mobil mobilitás hét keretében csütörtökön a Széchenyi Városi Közösségi Házban folytatódik. Szeptember 16-a és 22-e között 23. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napot, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon is. A projektben résztvevő városokban sokféle program és kerékpáros megmozdulás zajlik ezen a héten. Kecskemét főterén bringás uzsonna volt a mai nap a terítéken. A meglepetés jól sikerült, 500 uzsonnát osztottak ki. Európa szerte 2024. szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, melynek keretében kecskemét is vállalta 36 ország összesen 1296 településéhez hasonlóan, hogy a fenntartható közlekedés népszerűsítése érdekében egy héten át tartó programsorozatot szervez a fenntartható városi mobilitás, a környezetvédelem, a közlekedés biztonság és a biztonságos közlekedés gondolatainak elmélyítése érdekében. Az idei év központi témája a mindannyiunké a tér arra hív bennünket, hogy közösen döntsük el, miként használjuk a közterületeket, és gondoskodjunk arról, hogy mindenki, különösen a gyalogosok és a kerékpárosok, kellemes környezetben, biztonságosan és kényelmesen közlekedhessen. Ma délután Kecskemét főterén zajlott a Bringás Uzsonna esemény a Magyar Kerékpáros Szövetséggel együttműködve. A civil kezdeményezést az önkormányzat is évről évre felkarolja. A program célja, hogy az országos kampány alkalmával valóban jó példaként emelkedjenek ki a kerékpárral közlekedők, akiket a szervezők uzsonnával kínáltak a főtér több pontján. Kecskeméten már évek óta reggeli helyet délutáni uzsonnával várják a kerekezőket. A Magyar Kerékpáros Klub, a Kecskemét Önkormányzat és a Szép Egyesület ajándékait kapták meg a biciklén közlekedők. A meglepetés jól sikerült, 500 uzsonnát osztottak ki, amelynek a bicajosok örültek. Forgalomkorlátozásra kell számítani a hét második felében katonatelepen. Csütörtökön és pénteken útkarbantartás lesz a Hosszúnyeli utcán. Szeptember 19-én és 20-án a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a munkálatokat a vasúti átjárónál végzi majd. A munkálatok ideje alatt félsávos útlezárás várható. Ezek a lezárások váltásban történnek majd meg. Az útkarbantartás idején az arra járók közlekedjenek körültekintően, esetleg válaszanak alternatív útvonalat. Egy személy életét vesztette és ketten megsérültek, amikor fának csapódott egy személy autó az 52-es főúton Kecskemétnél tegnap este. Úgy tudjuk, egyikük sem használta a biztonsági övet. Halálos baleset történt tegnap este Kecskeméten az 52-es számú főúton. Egy autó lesodródott az útról és egy fának csapódott. Az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy a gépkocsiban ülő három ember beszorult, őket a kecskeméti tűzoltók feszítővágóval emelték ki. Közülük egy személy a helyszínen életét vesztette, már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. Ketten pedig megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. Úgy tudjuk, hogy egyikük sem használta a biztonsági övet. A fecskék vonulásra való felkészülésöket törte ketté a hideg időjárás. Rengeteg madár pusztul el, mert a szeles, esős időben a rovarok elbújnak, így nem tudnak táplálkozni a fecskék. A legyengült példányokat sorra viszik be a kecskeméti vadaskertbe, ahol a szakemberek megpróbálják a lehető legtöbbet megmenteni. Az elmúlt napokban körülbelül tíz malnár és füsti fecskét hoztak be eddig a Kiskonsági Nemzeti Park munkatársai és a lakosok a Kecskeméti vadaskertbe. Mivel az állatkertben madármentő központ is működik, ezért rögtön átveszik a madarakat, és megpróbálják megmenteni őket. A súlyosan legyengült madarak közül többen már nem is kérik az ételt, úgy kell megtömni a begyüket, sok fecske nem éli túl a megpróbáltatásokat. Annyira sajnos már le vannak gyengülve a madarak, hogy semmilyen izomzat és zsír nincs már rajtuk. Az elsődleges dolog, amit, amit tudunk velük tenni, az a meleg hely, természetesen, és az etetés próbáljuk őket feltáplálni, amilyen gyorsan csak lehet. Elsősorban lisztokat használunk erre. Hát több-kevesebb sikerrel, sajnos inkább kevesebbel. Nem a hideg, hanem a táplálkozás hiány okozza a bajt, hiszen a rovarok elbújnak az esős szeles időben. Így a fecskéknek nincs mit tegyenek. Vékonyan, soványan, legyengőve kerülnek be a vadaskerbe. A hideg időjárás a vonalásra való felkészülésüket törte a darékba. Hirtelen azzal szembesülnek ezek a madarak, hogy, hogy nincs energia, mert nem tudnak táplálkozni, és nyilván nem is indulnak ilyenkor útnak. Tehát ez a, ez a hirtelen változás, az uh, rontott az ő helyzetük nagy mértékben. Tehát nem is a, a, az, hogy, hogy most jött az ősz, és nem készültek fel, hanem én úgy gondolom, hogy, hogy nem számítottak erre a nagyfokú változásra. A fecskék megmentésében a lakosok is sokat tehetnek, mivel a madarak a teraszokon, a házak falán, a párkányokon százával is megjelenhetnek. Ezért ki lehet helyezni számukra táplálékot és ivóvizet. De máshogy is segíthetünk. Ezek a rovarok, amiket most nem látunk, azok a bokrokba húzódnak vissza. Olyat megtettünk, hogy főleg, hogyha látják, hogy repülnek a fecskék, akkor ezeket a bokrokat botta, seprűvel, valamivel elkezdik ütögetni, és akkor ilyenkor a rovarok felszállnak, és a fecskék a röptébe el tudják őket kapni. Aki pedig sérült, beteg legyengült madarat talál, azt tegye bele egy kartondobozba és vigye be a vadas kertbe. A következő napokban már kedvezőbb lesz az időjárás, ez idő alatt felerősítik a fecskéket. Majd repatriálják őket, meggyűrűzve, megerősödve szabadon engedik a madarakat, hogy aztán csapatba verődve elköltözhessenek. Az évad első bemutatójára készül a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Megtartották ma a Ma Este Megbukunk című angol bohózat sajtónyilvános főpróbáját. Pénteken este mutatja be a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az évad első premiérjeként Harry Louis, Jonathan Sawyer és Henry Shields 2012-ben Londonban született bohózatát. Ma este megbukunk címmel. A történet szerint egy amatőr színjátszó csoport, a Bácsalmási színjátszókör készül legújabb darabjának. A történet szerint egy amatőr színjátszó csoport, a Bácsalmási színjátszókör készül legújabb darabjának előadására. A gyilkossága Haversem kastélyban Storia erősen emlékeztet Agata Kristi Egérfogójának történetére. De ebben az előadásban nem ezen van a hangsúly. Sokkal inkább azon, hogy miképp lehet végigvinni a premiért annak ellenére, hogy látszólag minden összeesküszik a színjátszók ellen. A díszlet önáró életre kell, a színészek elfelejtik a szövegüket, vagy egy baki miatt épp aliltan fekszenek valahol, a szövegkönyv oldalai összekeverednek, szóval ami elromolhat, az el is romlik. Ebben a helyzetben az egyetlen elvárása csak annyi lehet a társulatnak, hogy bármi áron, de jussanak el a darab végére. Mentik, ami menthető. Az előadást a bohúzatok jó ismerője Cseke Péter állított a színpadra. A műfaj próba folyamata jelentősen eltér az egyéb műfajokétól. Tulajdonképpen ez a legnehezebb a próbák során, hogy nyilvánvalóan az elején nagyon nagyon akorátusan, nagyon-nagyon precízen próbálunk, ezt, ezt csak nagyon pontosan lehet próbálni, mert ugye nem csak szövegpoénok vannak, és nem csak szellemileg kell ott lenni, nagyon erőteljesen, hanem fizikailag is. A kecskeméti előadás főbb szerepeit Nagy Sándor, Kovács Lehellel váltva, Járai Máté, Ort Péter és Mehle Krisztián játsza. A további szerepekben Varga Huszti Mátét, Venszli Zórát, Jankovics Annát és Fazekas Gézát láthatják. A dramaturg Tóth Kata volt. Az előadást a pénteki premiért követően bérletes formában tűzi műsorára a színház. Az előadásról hosszabb összeállítást a jövő keddi Múzsa magazinban láthatnak. Tegnap elindult a KTE Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság őszi szezonja, melyre ebben a formában rekordot jelentő 15 csapat nevezett. A torna helyszíne a Széktói Stadion műfüves csarnoka. A 15 résztvevő közt a már megszokott nevek mellett több új is szerepel. A címvédő a KTE edzőiből és munkatársaiból szerveződő stáb, de most is rengeteg, nagyon jó társaság állt össze, így megjósolhatatlan kiérhet oda végül az első helyre, írja közleményében a klub. Lovász András, a bajnokság főszervezője elmondta, a lebonyolítás a létszám növekedésével változott némileg, ezúttal alsóházi és felsőházi mezőny is lesz egy csoportkörös szakasz után, de úgy alakították ki a sorozatot, hogy mindenkinek legyen tét az árásig. A csapatok és a játékosok szokás szerint több díjat, illetve ajándékot is kapnak majd a támogatók felajánlásainak köszönhetően. Az eseményeket a torna közösségi oldalán, az eredményeket pedig az MLS adatbankján ban lehet folyamatosan követni, de az idén során heti összefoglalókkal is jelentkeznek majd a szervezők. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Hétfőn kezdetét vette a Széchenyi Városi Hete rendezvény. A szombatig tartó rendezvény színes program kavalkádja a mai napon már korai délelőtt elkezdődött szenior jogga bemutatóval. Az Európai Mobilitási Hét keretében rendezik meg a héten a Crestanod előadásait, a program során a gyerekek interaktív módon ismerhetik meg a közlekedés szabályait és a baleset megelőzés fontosságát. A fecskék vonulásra való felkészülésüket törteketti a hideg időjárás. Rengeteg madár pusztul el, mert a szeles esős időben a rovarok elbújnak, így nem tudnak táplálkozni a fecskék. A legyengült példányokat sorra viszik be a kecskeméti vadaskertbe, ahol a szakemberek megpróbálják a lehető legtöbbet megtenni. Az évad első bemutatójára készül a Kecskeméti Katonai József Nemzeti Színház. Megtartották ma a Ma Este Megbukunk című angol bohózás sajtó nyilvános főpróbáját, amelyet pénteken láthat a nagy közönség. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban az 52. országos elsősegélynyújtó versenyről beszélgetünk vendégünkkel, Lipótné Komjáti Andreával, a Magyar Vörös Kereszt Bácskiskun Vármegyei Szervezet igazgatójával. Ezt követően megtekinthetik, milyen volt a balló szügi születi napok. Végezetül a Földművesek napjáról tudhatnak meg érdekességeket. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím hírös.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében két óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Mára köszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra! Szertán gyengén és közepesen felhőstályok helyek egyaránt lehetnek, néhány futózápor nem zárható ki. Hajnalban pára, kötfoltok képződhetnek, az észak-keleti szél több helyen megélénkül. Hajnalban 11 fokot, napközben 24 fokot mérhetünk. Csütörtökön általában gyengén felhőségre van kilátás, csapadék nem valószínű. Az észak-keleti szelet helyenként élénklökések kísérik a minimum 9-13, a maximum hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Pénteken általában gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem valószínű. Az észak-keleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb északai hőmérséklet 8 és 11 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható majd.